2019. november 3-án érkezett az életembe Sparky. Ekkor a kis picike kis golyócska volt. Nagyon élénk, nagyon kedves, nagyon vidám. Pár héttel az érkezése után nagyon sokat kaparta a fülét, látszott, hogy irritált és nem érzi jól magát. Nem is tudom, hogyan tudnám kifejezni azt a fajta kétségbeesést, azt a fajta aggodalmat, amit akkor éreztem, amikor Sparkynak ilyen nagy foltokban hiányzott a kis bundája, és nem csak a bundája hiányzott, mert ez nem szimplán kihullott, hanem olyan erős allergiás reakciók jelentkeztek nála másfél évvel ezelőtt, hogy véresre vakarta a nyakát, és már a húsa is kilátszott. Mert sajnos az első bő három évünk azzal telt, hogy próbáltam megtalálni a megfelelő ételt az ő számára. Ezek közt volt mindenféle külföldi márkájú táv, ilyen-olyan hipoallergén táv, konzerv, nyersetetés, főztem rá én is, de valahogy soha egyik sem vált be igazán. Volt egy száraz táp, amit adtam neki, mellette szedte az Apokvel nevű allergiagyógyszerét, és akkor azzal tudtuk úgy, ahogy kordában tartani a kis allergiáját. De minél több az olvastam utána, annál inkább rájöttem, hogy nem szabad, hogy élete végig gyógyszert szedjen, hiszen az majd a belső szerveket fogja bántani egy idő után. Nem vagyok egy nagy gyógyszerpárti. Én nem akartam, hogy Sparky akkor funkcionáljon 70-80%-osan, hogyha teletöröm gyógyszerrel, hiszen ő még kölyök kutya volt akkor, jó, nekem most is az, de hogy 3 éves kora előtt már gyógyszeren éljen egy kutyus, nekem ez nem volt befogadható. Szörnyű volt belegondoljak, hogy ő tényleg élete végig gyógyszerezni kell. Évelején ismertük meg a PetShave eredeleit. Hát Sparky, láthatjátok már több videóban, hogy hogyan mondja a kis csomagjait, amit minden hónapban kap, és természetesen imádja ezeket az ételeket. Pedig nagyon féltem kipróbálni bármi újat, mert nem akartam, hogy újra oda jussunk, ahova tavaly nyáron, hogy véres foltok vannak a nyakán és szenved. Vele együtt sírtam. Tehát ide nem akartam jutni, viszont nagyon sok jót olvastam, és úgy voltam vele, hogy egy próbát megér, és hogyha egy állatorvos van az egész mögött, akkor ez nem csak egy brand, ez nem csak egy jó reklám, hanem akkor ez mögött van egy szívcél is. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy adok egy esélyt, és akkor kaptunk egy próbacsomagot. De a próbacsomag az úgy néz ki, hogy ugye az összes fajta eledel megtalálható benne, tehát pulykától a kenguruig minden. Én megkértem őket, ha lehet, akkor olyan próbacsomagot kérünk, amiben csak lazacos és bárányos hús is eledel van, mert nagyon félek és nagyon rettegek attól, hogy Sparky rosszul lesz, baja lesz, bármi. Nagyon segítőkészek voltak, nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy természetesen majd új személyre szólóan összeállítják Sparkynek a csomagot, hogy neki a legjobb, meg kellett adjam, hogy hány kiló, hiszen ez alapján választották ki a csomag nagyságát. És március eleje óta vagyunk a PetShave csapat tagja. Nekünk ténylegesen megváltoztatta az életünket, és tudom, ez is egy kicsit sablonosan hangzik, de megéri utána menni, hogy mi a legjobb a kis kedvencünknek. Sparky a gyerek, és el sem tudom képzelni, hogy ne a legjobbat akarjon neki, és ne a legjobbat nyújtson neki. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy a PetShave-fel dolgozhatunk együtt, nagyon hálás vagyok, hogy így támogatják Sparkynek az egészségét, és hogy ő is a kis csapatuk tagja lehet, mert minden egyes csomagbontás hatalmas nagy boldogság nálunk.